Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk benneteket innen Makkos Máriáról. Engedjétek meg, hogy bemutassam Jakusovszki Dorinát, Ván Dorinát, akivel fogunk pár videó alkalmával a zarándoklásról beszélni. Szia, Dorina! Szia, Misi! Én pedig szeretettel bemutatom nektek dr. Domján Mihály pszichológust, akivel tavaly egy közös előadás kapcsán volt alkalmam megismerkedni, amikor szintén a zarándoklásról tartottunk előadást. A videó, illetve még korábban az előadásnak az volt az apropója, hogy 4 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, egy nagy utat tettél meg, hiszen Kaposvárról gyalog kizarándokoltál Santiago de Compostelába, és mi nem ismertük egymást, de hogy én már akkor követtem a Facebookon a te utadat, és hát egy nagyon klassz élmény volt még a saját otthonomból is, hogy láthattam, hogy merre mész, és hát nem azt mondom, hogy izgultam, de hogy jó értelemben, tehát hogy csodáltalak is, meg érdekelt, hogy mi van veled. Tudnál erről az utadról egy picit mesélni, hogy neked hogy jutottál el oda, hogy hölgyként és egyedül állóként így nekivágj egy ilyen nagy útnak? Ennek a hosszú útnak valójában volt már egy előzménye, hát volt egy ilyen kicsit megrekedt életszakaszom, amikor nem tudtam, hogy hogyan tovább, meg merre tovább. És abban az évben, ez 2015 volt, hallottam arról, hogy az egyik barátom készül a klasszikus spanyol El Caminót lezarándokolni, és akkor én csatlakoztam hozzá. Tehát 2015-ben végigjártam az El Caminót Saint-Jean-Pied-de-Porto, Santiago de Compostela-ig, majd az óceánig. És ez az út, ez egy lökést adott ahhoz, hogy a Szent Jakab utat következő évben itthon is elkezdjem, tehát hogy itthonról menjek gyalog. És akkor 5 országon keresztül mentem, 5 országon és 5,5 hónapon keresztül mentem le gyalog az óceánhoz. Hát igen, az, hogy nőként egyedül mentem, az így sokaknak furán hangzik, meg hogy miért vállalkozik erre egy ember vagy egy nő ugye az élete teljében, miért nem mondjuk családot alapít, vagy valami idézőjeles, hasznosabb dologgal tölti az életét. Ez azért volt, mert szerettem volna, tehát úgy éreztem, hogy nem azt az életet élem, amit én valójában szeretnék, nem voltam tisztában önmagammal, a saját értékeimmel, nem tudtam, hogy mi az én küldetésem, vagy mi az én hivatásom, amit tényleg szeretnék csinálni. Egy irodában dolgoztam, egy olyan munkát végeztem, amiben a kreativitásomat nem tudtam kiélni, nem tudtam igazából megélni azt a belső vágyat, meg szenvedélyt, ami úgy hajt egy embert, amikor a munkáját végzi. És gondoltam, hogy ez így nem vezet jó irányba, valamit változtatnom kell, de fogalmam se volt, hogy merre lépjek, mert ahhoz nem éreztem magamat elég magabiztosnak, hogy egy másik állás, tehát hogy állást váltsak. És akkor így jött az ötlet, hogy világgá megyek, mert az út meg nagyon vonzott. És nagyon szerettem volna végigcsinálni, tehát nagyon nagy volt bennem a vágy, meg az akarat, ilyen erős hívást még igazából semmire nem éreztem, mint erre a Szent Jakab útra, így gyalogosan. Mi volt ebben a neked a legkülönlegesebb élményed, vagy mi az, amire a legszívesebben emlékszel ebből a 4,5 hónap? Vagy 5,5 hónap, bocsánat, igen. Nagyon sok jó dolog történt velem az úton. Egyrészt nagy élménye volt az útnak, hogy sikerült megélnem ebben az 5,5 hónapban, meg 3500 kilométerben azt, hogy így az életszakaszaim elég jól kirajzolódtak, hogy megéltem az útnak ezt a szimbolikus jelentését, hogy az út maga az élet, és az élet maga az út, hogy a születéstől egészen addig a korszakig, ahol mondjuk jelenleg tartok az életemben. Magyarország volt a születés időszaka, az első botlások, mint amikor a kisgyerek járni tanul, ezt tipikusan megéltem, ugyanis Magyarországon történt velem a legtöbb fizikai kellemetlenség. Aztán Ausztriában még mindig kisgyerek vagyok, ott még fogták a kezemet, mert családról családra jártam, ugyanis az utamat úgy szerveztem le, hogy a Facebookon megosztottam egy felhívást, hogy a térképemmel együtt, hogy vannak-e olyan családok, akik befogadnának engem egy-egy éjszakára, meg egy tál ételre. És ez egy biztonságot nyújtott számomra, hiszen rengetegen írtak, hogy engem befogadnának az úton.
és ez egy biztonságot adott. Tehát ott még nem éreztem ezt az önállóságot, hiszen családról családra próbáltam igyekezni, alkalmazkodni, és tényleg egy nagyon nagy biztonság volt a számomra. Svájc az már inkább ez a kiskamasz korszak, ott már voltak lazább időszakok, ott lelkileg is már kezdtem lazábban érezni magamat. Valahogy a befogadó családok, nem tudom, hogy mondjam, nem a minősége, hanem tehát ott nem feltétlenül csak kisgyerekes családok fogadtak be, ott voltak már egyedülállók, vagy hasonló korosztálybeliek, ahol inkább ezt a kicsit ezt a bulizós időszakot is megéltük. Persze nem folyamatosan, csak így egy-egy napra mondjuk. Aztán jött Franciaország, amitől a legjobban féltem, szívem szerint átutaztam volna, vagy átrepültem volna, mert annyira vágytam már Spanyolországra, de Franciaország volt mégis az az ország számomra, ami a legnagyobb élményt adta. Ott éreztem magamat már az útviszonylatában igazi felnőttnek, amikor már nem voltak befogadó családok, már elengedték a kezemet, és önmagamnak kellett megküzdeni akár a napi betevőért, mindenért, a szállásért. Ott kezdtem el sátrazni. Tehát ezek az élmények például így a felnőtté válásomhoz nagyon nagyban hozzájárultak. Nyilván a lelki felnőtté válásra gondolok, mert az nem mindig esik egyben ugye a valós életkorral. És aztán Spanyolország meg az ülepítések időszaka volt, amikor azt a sok mindent, amit az úton magamra szedtem, Spanyolországban így helyre raktam. Egy nehéz, nagyon nehéz időszaka volt az utamnak Spanyolország, de azt nevezem az ilyen idézőjeles bölcskornak, amikor úgy összeáll a kép, hogy miért is vagyok az úton, és valójában mi a küldetésem. Köszönöm, hogy megosztod velünk. Hát az én utam az más, milyen jellegű, ugyanis 98-ban voltam egy lelki gyakorlaton, ahol Regina Collins, egy apácai nővér megkérdezte tőlem, hogy voltam-e már Medjugorjéban, és hát én mondtam, hogy én a családban sem hallottam senkiről, aki bármilyen zarándok útra ment volna, és akkor azt mondta a nővér, hogy ha nem voltál, akkor nyisd ki otthon az újságot, vagy keresd egy hirdetést, és ülj fel egy buszra, és menj el. És hát ez be is következett nálam. És az volt a különleges ebben az útban, hogy én előtte volt egy személy az életemben, aki nagyon sok fájdalmat okozott nekem, visszagondolva én is okoztam számára. És ez a kapcsolat, ez nem tudtam ezen átlépni, és úgy éreztem, hogy én nagyon sokat próbáltam neki jót kívánni és imádkozni azért, hogy meg tudjak bocsátani, és de ez érzelmileg nem tudtam ezt megtenni, ez egy akarati döntés a megbocsátás, és folyamatosan napról napra ebben próbáltam növekedni, de hogy ez az egész ez egy ilyen üres dolog volt, és nos, a Regina nővérnek a hatására kerestem egy utazási irodát, és akkor eljutottam Boszniába. Ez Mostár mellett van, 35 kilométer ez a kegyhely. És ott az történt velem, hogy egyedül voltam valahol ebben a csoportban, mivel senkit nem ismertem, és volt egy olyan pillanat, amikor már ennek az öt napnak a vége felé volt lehetőségem csak úgy egyedül lenni egy padon, és csak úgy jelen voltam. Nem igazániból volt semmi célja, egy kicsit megpihenni, imádkozni, és ott a padon az a személy, akiért olyan hónapokon keresztül próbáltam a megbocsátásban az irányába lépni, ott nem szimplán azt éreztem, hogy ebben egy előrelépés történt, hanem elkezdtem érte tudni hálát adni. Tehát én nekem korábban soha olyan élményem nem volt, hogy hát egyáltalán maga ez a hálaadás is nagyon távol állt tőlem, és hogy ott megéreztem azt, hogy ennek a zarándoklásnak van egy gyümölcse, van egy értéke, és amikor onnan hazajöttem, akkor bár a környezetemben hangsúlyozom, hogy nem ismertem olyat, aki ment volna bárhova,
elkezdtem ezt kvázi terjeszteni, illetve megosztani az élményeimet, és hát utána sok út következett. Benne az is, hogy más embereket is vittem oda el, illetve csatlakoztam más csoportokhoz. Úgyhogy az én élményem az nem egy ilyen hosszú, gyalogos zarándoklás, bár voltam Magyarországon belül, ilyenben is volt részem, hanem én inkább a másfajta típust busszal, vagy vonattal, vagy repülővel, vagy autóval Európán belül, vagy Magyarországon belül. Akkor azok alapján, amiket elmondtál, neked te a zarándoklásnak azt a fajta módját éled meg inkább, hogy nem annyira fontos számodra a megtett kilométerek, hanem elmész egy adott kegyhelyre, és akkor ott átéled annak a szentségét, tehát te egy helyben is kiváló zarándok vagy. Tehát ellenben velem, akinek fontos, hogy nekem fontos, hogy a lábaimban benne legyenek a kilométerek is, ahogy mondják, hogy a zarándoklás egy aktív meditációs gyakorlat, és én ezt így elég jól megélem az úton, test és léleknek ezt a fajta egyensúlyát, hogy ahogy haladok előre az úton, mondjuk az adott szent hely felé, ugye én Santiago de Compostela-ba gyalogoltam, úgy, ahogy fizikailag távolodtam el az otthonomtól, az országomtól, ahogy léptem át az ország határokat, hogy kerültem egyre közelebb, nekem ez egy nagyon nagy töbletet adott az utamhoz, mintha csak tegyük fel, mondjuk felszállok a buszra és elmegyek vele Szent Jakab sírjához a Santiago-i katedrálisba. Nekem az nem adott volna egy olyan élményt, mint hogy gyalog mentem végig az úton. Viszont én magam is voltam Medjugorjében, és az ott megél dolgok valóban teljesen másak voltak, mint a gyalog megtett zarándok úton. Igazából a kettőt nem is lehet összehasonlítani. Aztán Csíksomlyóban is voltam már, ott inkább az összetartozás élmény volt, ami dominált, hogy sokan vagyunk együtt magyarok, és sokan, több százezren veszünk részt a Csíksomlyói Szentmisén, az megint egy teljesen más élmény volt. Ott a közösségi élmény volt, ami ugye jobban kijött, meg jobban meg lehetett élni. És akkor így ennek kapcsán eszembe jutott az is, hogy tőlem is megkérdezték már sokan, hogy egyedül vagy csoportban menjen inkább az útra, vagy társal. És erre mindig az a válasz, hogy az ember maga tudja belül, hogy mire van nagyobb szüksége. Például, hogyha nagyon nagy az a lelki válság, amiből az ember egy kicsit ki akar szakadni, mint az adott esetben, ahogy nálam is volt, én azt mondom, hogy, és akkor kicsit beleveszem azt is, az időtartamot is, hogy nem elég mondjuk az, hogy egy nap kimegy az erdőbe barátokkal. Az nem fogja őt a problémájából kiszakítani. Tehát akinek nagy a válság az életében, mindenképpen legalább egy-egy hónapos út, ami úgy helyre tudja őt tenni. Aztán, hogy egyedül, az azért jó, mert akkor nem kell senkihez alkalmazkodni, és ténylegesen a magad útját tudod járni. Hogyha társakkal vagy, annak van egy olyan előnye, hogy biztonság, viszont fennáll a veszélye, hogy egy ilyen burok vesz körül a társak által, és hozzájuk próbálsz meg alkalmazkodni, és nem éled meg a magad útját, amit neked kell járni. Hogyha nagyon nagy az emberben mondjuk a félelem attól, hogy mondjuk sose volt még egyedül az úton, és ez tényleg olyan erős félelemmel tölti el, akkor neki semmiképp nem javasolnék egy egyedül mondjuk egy-egy hónapos utat. Én magam is az első kaminomra nem egyedül mentem, hanem egy kaposvári barátommal, és én úgy éreztem, hogy akkor nekem így szükségem volt rá, és kellett az a biztonság. A nagy útra viszont már ezáltal összeszedtem a bátorságot, hogy egyedül neki merjek vágni, hiszen megtapasztaltam az úton, hogy nincs félnivalóm, hogy jó dolgok történnek, az emberek, akikkel találkozom, mind segítenek, szeretettel vannak felém, tehát egyedül sincsen félnivaló. Szoktad is mondani, hogy van egy ilyen pozitív összeesküvés elmélet a fejedben, hogy a dolgok nem gyengíteni akarnak, hanem támogatni. Én azt gondolom, hogy az embernek a lehetőségei és a habitusa is befolyásolja, hogy mire van lehetősége. Itt belföldön is lehet menni különböző módon és helyekre, és persze, amikor majd a vírushelyzet úgy alakul, akkor újból külföldre is mehetünk. Én azt gondolom, hogy bármilyen módon indulunk el, hiszen lesz majd egy olyan videó rész,
amely a hétköznapi zarándoklásról szól, tehát amikor el se hagyjuk a városunkat, hanem hogy hogyan tudjuk ezt megélni, ezt szeretnénk egy kicsit nektek közelbe hozni. Azt gondolom, hogy a lényeg, hogy merjünk egyet lépni valamilyen új dolog irányába. Ez nem terápia, az zarándoklás, tehát hogy bír azzal, hogy az ember nagyon sok megtapasztalás, a múltbeli dolog feljön, hiszen rá fókuszál az útra, így vagy úgy megy, és hogy ezáltal az otthon tudja hagyni esetleg a nehézségeit, vagy abból számos dolog kevésbé jár benne, tehát maga mögött tudja hagyni, és egyfajta önismereti lehetőséget kínál. Azt gondolom, hogy ezzel élhetünk, és hát ez évszázadokon keresztül az emberek ezzel éltek is, és ehhez kell egyfajta kíváncsiság, vagy egyfajta megajándékozhatóság, egy nyitottság arra, hogy valaki a lehetőségei mentén tegyen egy lépést, és felfedezze azt a világot és önmagát, és hogyha hisz Istenben, akkor Istent is, aki jelen van az otthonában is, és az úton, és majd ahova fog érkezni. A zarándoklás számomra nem akkor kezdődött, amikor megfogtam a hátizsákot, vagy bepakoltam a hátizsákba, fölvettem a hátamra, megfogtam a túrabotokat, és irány az út, hanem akkor, amikor megfogalmazódott bennem ez a gondolat, ami valójában egy nagyon erős hívás hatására jött. Ilyen erős hívást még talán soha nem éreztem, hogy bármilyen őrültségnek is hangzott a külvilág számára, én mégis azt mondtam, hogy igen, én ezt az utat fogom követni, és ha kell, akkor szembe megyek az árral is. És fantasztikus érzés volt, amikor kimondtam, mondjuk én június 1-én indultam, és az azt megelőző télen már kimondtam, hogy én útra fogok kelni. És ami utána következett, amikor beszereztem a felszerelést az útra, elkezdtem tervezgetni, én már akkor folyamatosan az zarándok utat jártam, és hogy miért okozott ez ekkora örömet, azért, mert volt célom. Tehát eddig egy céltalan életet éltem, és onnantól kezdve lett célom, hogy kimondtam az igent az útra. És én mindenkinek ezt tudom tanácsolni, hogyha éreznek, jön egy belső késztetés, egy hívás, hogy nekem útra kell kelnem, vagy meg kell változtatnom valamit az életemben, akkor ezt nem szabad hagyni, ezt a hangot, hogy ez úgy elusszon, hanem erre igenis oda kell figyelni. És ami ezután jön, és elbizonytalanít, mert félelmeket kelt, azokat kell nagyon elhessegetni, mert az első megérzés mindig a jó. Nekem az jutott eszembe, hogy most téged hallgattalak, hogy igen, ez a megérzés és ez a löket, ez jön az ember szívéből, de azt is el szeretném mondani, hogy hát az elmúlt 20 évben, mivel 98-ban voltam először, illetve már több mint 20 éve, évente egyszer-kétszer Európán belül vagy Magyarország valamelyik egyhelyére elmegyünk, mindig megtapasztalom, hogy nem csak ez a vágy jön fel az én szívembe, illetve már, hogy hiányzik, vagy szeretnék már egy kicsit elcsendesedni, hanem mindig nehézségek is jönnek az út megelőzően. Tehát valahogyan ezzel is már tisztában vagyok, hogy nem adja magát könnyen egy kicsit ez az útnak a előkészítése. Tehát, hogy vannak ebben nehézségek, de hogy ezek nem azért jönnek az ember életébe, hogy eltántorítsa az úttól, hanem inkább, hogy az akaratunkat edze. Úgyhogy én is ezt szeretném mondani, hogyha hív az út benneteket, amire van lehetőség, kortól és az egészségi állapottól is függően, akkor mondjatok rá igent, és hogyha vannak nehézségek, akkor fogadjátok el, hogy majd ez helyére fog kerülni. Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk most közösen innen Makkos Máriáról elbúcsúzni, és további videókban pedig szeretnénk egyéb aspektusokat számotokra közvetíteni. Köszönjük, hogy követtek bennünket, és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen, Misi, a meghívást ehhez a zarándokos videósorozathoz. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy az utat egészségi állapottól, életkortól függetlenül is bárki járhatja. Megerősítésnek mondom, hogy találkoztam az úton 80 éves zarándokkal, és kerekesszékes zarándokkal is.
minden megoldható, hogyha az ember igazán szívből akarja. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, sziasztok! Sziasztok!